Következő lépés az már Dunaújváros lesz, mert az egyetem után egy évig dolgoztak nálunk a kibernetikai kutatócsoportba, és aztán prózai okok miatt, mert lakni is kellett valahol, és ezt Dunaújvárosban biztosították, akkor elmentek ketten Lórival együtt Dunaújvárosba. Hát erről most Merényi Pali fog beszélni, akiről azt lehet tudni, hogy Dunaújváros után aztán sok helyen dolgozott, főként a SKI-ban töltött sok évet, és most nyugdíjas. Tisztelt hölgyeim és uraim! Elnézést kérek, nekem nem lesznek segítő képeim, csak úgy szóban szeretnék emlékezni. És elöljáróban egy kifejezetten személyes információt szeretnék megosztani azáltal, hogy Edith távozásával mi a családunk nem csak a kollégát veszítette el, akire mindig feltekinthettünk, de a családunk elveszítette a legeslegjobb barátját is. Ám ennek a számunkra megtisztelő 5,5 évtizedes aktív barátságnak egyetlen részletes momentuma sem tartozik ennek a megemlékezésnek a tárgyához. A cím ugye az, hogy Sánta Edit és Lóránt 7 év Dunaújvárosban, és ha már 7 év, akkor egyből pontosítanám, hogy az én ismereteim szerint ez durván 962 és 969 közepe közötti 7 éves időszakot öleli fel. Mielőtt erre rátérnék, két mondatot hadd mondjak az előző dunaújvárosi évekről nélkülük. A Dunai Vasmű igazgatóságon, a szervezési osztályon belül működött egy úgynevezett Hollerit munkacsoport, az 50-es évek második, 60-as évek első felében, akik IBM-től leasingelt Hollerit gépeken ilyen táblás alkalmazásokat biztosítottak különböző gyárrészlegeknek. Közben ebben az időszakban 1961-ben megalakult a Mini operáció kutatócsoport, ugyanennek a szervezési osztálynak a keretein belül, Gémes Ferenc vezetésével és a már említett Lugosi Gábor csatlakozásával. És ettől a pillanattól kezdve Gémes Ferencék előtt állt a kihívás bizonyítani a vasmű minden szintjén azt, hogy a Hollerit a múlt és a számítógépes adatfeldolgozás a jövő. Előre szaladva azt mondjam azt, hogy Edithék kifejezetten magas színvonalú munkája egy-két éven belül csattanós választ adott erre a kihívásra. És ha már említem a magas színvonalú munkájukat, nem feladatom és nem tisztem, hogy értékeljem, összevessem az ő tevékenységük szintjét, de szerény véleményem szerint hadd mondjam azt, hogy mindig is Edith volt a primus inter pares ebben a duóban, ezzel nem sértem én Lóránt érdemeit. A 62-es indításkor, amikor megjelentek Dunaújvárosban, először lineáris programozási modellekkel foglalkoztak. Ilyen volt a vasmű rendkívül kiterjedt belső áru- és anyagforgalmi rendszerének a modellezése, optimális Kohó-Elegy számítás modellezése, Martin kemencék optimális kampányhosszának a modellezése, és a többi. Ez töltötte ki a 62 és 63 bizonyos időszakát. 63 egy roppant jelentős esemény történt. A Vaskohászati Igazgatóságon üzembe állt az Elliot 803-as számú számítógép, és a későbbiekben a Vasmű operáció kutató csoport ezen tudott dolgozni. Ezen folytatott munkákat én két aspektusban próbálnám röviden
ismertetni. Elsősorban a szervezési részét és a tartalmi részét. A szervezési rész az volt, elfelejtettem említeni, hogy 63-hoz tartozott az az esemény is, hogy bővült az operációkutató csoport. Miskolci László rendkívül agilis, tehetséges, jóhumorú, fiatal kohómérnökkel, és a 63 legelejétől, illetve akkortól, amikortól megnyílt a lehetőség az Eliot gépen való munkára, elkezdődött a szervezési része az Eliotra való fölvonulásnak. Elsősorban Laci, aki kohó nyelven tudott beszélni a gyárrészlegekkel, de Edith is és Lóránt is csatlakoztak, az első ilyen szervezési feladat az volt, hogy föl kellett deríteni gyárrészlegenként azokat a szakembereket, akikkel a későbbiekben tartalmas, megbízható munkakapcsolatot tudtak kialakítani, napi munkakapcsolatot. Amikor ez a személyes kapcsolatépítés megtörtént, akkor jött a következő fázis, hogy kitapogatni, hogy melyek azok a termelési folyamatok, amelyeknél egyáltalán szóba jöhet számítógépes támogatás. Ezekhez a termelési folyamatokhoz a gyárrészlegek milyen adathalmazokat kellett, hogy biztosítsanak szinte naponta, éveken keresztül. Ez egy roppant bonyolult dolog volt. És ezekhez az adatokhoz aztán Edith és Lóránt, és részben Miskolci László is hamarosan írta a megfelelő feldolgozó programokat. És a operációkutató csoporthoz közben csatlakoztak operátorhölgyek, Éva, Magdi és Vera, és ők voltak azok, akik folyamatosan lyukasztották ötelemes telex lyukszalagra az adatokat, illetőleg Edith által megírt, papíron megírt programokat lyukasztották. És ezekkel a program és adatszalagokkal, kezdetben próbaadatokkal természetesen, hetenként először egyszer, majd hamarosan hetenként kétszer, fölvonult a Dunaújvárosi csoport Eliotra, blokkidőt kapott, több órásat, ez alatt az idő alatt nem is voltak bent a számítógép munkatársai, ahova már csatlakozott Lugosi Gábor, ezért a továbbiakban őróla már nem tudok így beszélni a csoport kapcsán. És a konkrét feladatok az Eliot 803-ban először természetesen, hogy írták a programokat, azokat tesztelni kellett, és hát sajnos még Edith és Lóri se tudott elsőre olyan programot írni, ami tökéletesen minden funkciójával működött. Ezért a gép kiadott sornyomtatón egy hibalistát, szintetikus, szemantikus hibákat, ezeket föl kellett nyalábolni, visszamenni Dunaújvárosba, ott ezekkel alapján átírni a programot, újra lejukasztani, és a következő szeán során tudták csak ismételten futtatni. Ez egy eléggé nehézkes munkamenet volt, de viszonylag hamarosan megjelentek azok a programok, amelyek már éles adatokkal, éles futtattak, közben állandóan jöttek az új tesztprogramok is. És minden egyes ilyen blokkidő után kinyomtatták az eredményes táblákat a felhasználóknak, este azzal buszra ültek vissza Dunaújvárosra, másnap reggel szétszortírozták az eredménytáblákat gyárrészlegenként, ment futárral ki, a csoport pedig már is kezdett készülni a következő budapesti szeánszra. Így telt 64, 65, 66, 67 valamelyik időszakáig, amit én pontosan időben nem tudok behatárolni, erről lesz szó, de közben 66-ban történt, hogy az operációkutató csoporthoz csatlakozott két villamosmérnök, akik a Leningrádi Villamosmérnöki Egyetemen a számítástechnikai berendezések tervezése témában diplomáztak. Feleségem Nyina és én voltunk a két villamosmérnök, akik státuszban 66 őszén beléptünk státuszilag hivatalosan papíron a vasműben, fizikailag viszont beléptünk egy viszonylag kis munkaszobába, ahol attól a pillanattól kezdve 3 éven keresztül 4 íróasztalnál együtt dolgozott egy szobában a két
házas pár, a matematikusok és a villamosmérnökök. Meg kell mondanom, hogy belépésünk első pillanatától hihetetlen melegséggel, támogatással, együttérzéssel fogadtak minket, nem kellett együtt érezni, támogatás volt, amelynek a szakmai részéből én elsősorban Edith mentorálását emelném ki, akinek valami hihetetlen vénája volt ahhoz, hogy átadja az ismereteket. És ezt soha nem kioktatóan, soha nem agresszíven, soha nem másképpen, hanem mindig ráérzéssel és eredményesen végezte. Erre nekünk szükségünk volt, hogy mi hamarabb elsajátítsuk az Eliot programozás csínyát, bínyát és trükkjeit, mert korábban az egyetemen mi csak az Ural 2-re írtunk bináris gépi kódban programokat. Így aztán eltelt 66 és 67 egy része, és a 67-ben történt, hogy a KGM szervezési intézetben üzembe helyezték az IBM 1440-es számítógép, szintén egy második generációs gép, és a Gémes Ferenc csodálatos húzása volt az, hogy eldöntötte, hogy Dunaújváros levonul az Eliotról, át az IBM-re. Egy ilyen transformálása rengeteg kész munkával együtt nem volt egy nagyon egyszerű dolog, de itt is Edith volt a zászlóvivője, szinte láthatatlanul, hogy gyorsan megtörtént ez a átvonulás az IBM-re, ami hatékonyabbá tette a munkát, gyorsabb volt minden. Két szót csak a szabadidőről, a négy házas pár, Edith és két operátor, hogy sokszor gyűltünk össze vacsorákra, egyik, másik, harmadik, negyedik. Két mondat, 69-ről sorsdöntő év volt, amikor gépet kívántak venni. Gémes Ferenc részvételével folytak a tárgyalások Európában, IBM 360-30, illetőleg CDC 660-ra. Ezt Répási Róbert elvágta 69 nyarán, nem tudom miért. A dedikált devizát visszavonták, és ezzel megszűnt a lehetőség a továbbiakban. November első napjaiban négyen megjelentünk Gémes Ferencnél, beadtuk a felmondásunkat. Ha tudom, akkor Edith Bálintéknál Infelorban, Lóriék mi SKI-ban. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket!